Sziasztok! Folytatjuk a sportfogadás.org-nak a podcast rovatát. A válogatott meccsek után visszatérünk a klubfocihoz és a Ferencvároshoz, amely ugye már egy ideje egyetlen álló magyar csapatunk a Nemzetközi Kupában. És talán most jön el a Ferencváros számára a nagy lehetőség, mivel a csoportban szintén nulla pontos Celticekkel játszik majd az Európa Ligába, de ne haladjunk ennyire előre. Mivel Robi most visszatértél te is ide a klubfocihoz, a következő két fordulóra a Celtic elleni párharcokra, azonban előtte megkérdeznélek, hogy így összességében az Európa Liga csoportkörről és a Ferencváros teljesítményéről mi a véleményed? Sziasztok, én is üdvözlök minden hallgatót! Hát igen, sajnos nulla ponttal állunk két forduló után, de igazából röviden és tömören összefoglalva, én azt mondom, hogy úgy érzem, hogy a BL-hez képest azért egy olyan kávéházban van most a Ferencváros itt az Európa Ligában, ami szerintem egy fokkal azért inkább a csapatnak való környezet. Gondolok itt arra, hogy lehet, hogy sokan nem értenek egyet velem, de szerintem azért ez a Fradi annak ellen null pontja van, partiban tud lenni ezekkel a csoportbeli ellenfelekkel. Ugye Németországban kikaptunk 2-1-re, bár sikerült vezetést szerezni. 1-1-nél volt egy lélektanilag szerintem fontos momentum az első félidőben, amikor ugye egy gólunkat a VAR miatt nem adták meg, és nem sokkal utána jött rá ugye a második félidőben a vesztes találat, vagy hát a németeknek ugye a győztes, nekünk a vesztes. De én úgy éreztem végig, hogy azért reménykeltő volt az a produktum, amit Németországban nyújtottunk, pláne úgy, hogy a következő fordulóban ez a Leverkusen azért Skóciában 0-4-re nyerni tudott, ami az eléggé komoly kiütés győzelem volt. A Betis ellen meg bevallom, egy picit hát csalódott voltam, mert ugye a fél időben 1-1-re álltunk, és Wijngaard, ami megint, hogy mondjam, egy kulcsfontosságú mozzanat volt, hogy a végén sajnos 1-3 lett. Én igazából azt mondom, hogy bár nulla pontunk van, nekem azért határozottan tetszik a Fradinak a játéka, messze nem játszunk olyan alárendelt szerepet, mint mondjuk tavaly ilyenkor a Bajnokok Ligájában egy Barcelona vagy egy Juventus ellen. Úgyhogy én azért optimista vagyok, és abban bízom, hogy ha úgy tűnik, hogy a csoport elsőség, vagy a továbbjutás nem is lesz meg, én azt mondom, hogy azért itt érdemes lenne a jövőre nézve minél több tapasztalatot szerezni, és hát bízom benne, hogy itt ez azért a maradék 4 fordulóban azért ez némi sikerélménnyel is, pontokkal is párosulni fog. Igen, és ugye a harmadik helye is idézőjelben tovább lehetne jutni, csak ugye akkor a konferencia ligában az, ami még ugye teljesen nyitott, mivel mindkét csapatnak nulla pontja van. Tehát azért az is egy igen, nagy siker lenne, úgymond a magyar klubfocinak, hogyha megérnék a tavaszi szereplést. Igen, és erre azért van is esély, látva, hogy ugye most úgy néz ki, hogy a harmadik helyért ugye a legfőbb rivális a Celtic sem egy hú, de nagyon erős játékerőt képvisel mostanság. Amúgy ez egy eléggé érdekes téma is, ugye egyrészt azért, mert ha jól emlékszem, akkor tavaly is csináltunk erről egy podcastot, akkor ugye a Bajnokok Ligája selejtezőjébe kerültek össze, és ugye akkor nagy bravúrt végrehajtva a Fradi még Rebrovval, a Celtic otthonában tudott nyerni 2-1-re, ugye akkor csak egy meccsből álltak ezek a párharcok, és most azt láthatjuk azért, hogy a Celtic egyáltalán nem lett erősebb. A keret az lehet, hogy jobb, de mintha nem állt volna össze a csapat, mert azért az, hogy ők otthon kikapnak 4-0-ra egy Leverkusentől, azért az szerintem meglepő, mert azért ez nagyon nagy különbséget sugal, illetve azt igen, lehet látni, hogy a skót bajnokságban sem brillíroznak, mert nem, hogy a Rangers elment mellettük, hanem több skót csapat is megelőzi őket, és azért ez nem azt jelenti, hogy a Celtic annyira kirobbanó formában van. Mit gondolsz erről, hogy így helytálló az a helyzet, amit a táblázat mutat most jelenleg, hogy a Celtic maximum ebben a csoportban a harmadik legerősebb csapat? Hát igazából szerintem totálisan reális képet mutat. Ez a Celtic messze nem az a csapat tényleg, ami mondjuk 2-3 éve mondjuk Brendan Rodgers alatt, irányítása alatt volt, hát emlékezzünk csak vissza. Jó, én sem követem mostanában annyira a skót bajnokságot, de egy 2 éve ez a Celtic, ez Skóciában gyakorlatilag egy-egy bontvadászatnak a végén nem az volt a kérdés, hogy vajon megvédik-e a bajnoki címüket, amit ugye szerintem 10 évig a Rangers összeomlása után sorozatban megnyertek.
hanem leginkább az volt a kérdés, hogy egyáltalán lesz-e olyan, hogy kikapnak-e a szezon során, tehát hogy nem, hogy sikerül-e veretlenül bajnokok lenni. Tavaly már tapasztalhattuk azt, amikor a Fradival összekerültek a BL selejtező körben, hogy már minthogyha kicsit ez az egyeduralom megcsappant volna, ebben is ugye érződött, hogy a Rangers torony magasan megnyerte Steven Gerrarddal a skót bajnokságot, és hát ez a visszazuhanás pedig úgy néz ki, hogy az idei évre sem változott, hiszen ugye, ahogy mondtad, a bajnokságban is eléggé rosszul szerepelnek magukhoz képest, jelenleg az ötödikek ugyan, de hát mikor volt olyan, hogy körülbelül 9 forduló alatt egy Celtic 3 vereséget is összeszedett a bajnokságban. Tehát én azt mondom, hogy az a tendencia, amit az Európában látunk, hogy például egy Leverkusen, ami ugye lássuk be most a Bundesligában, azt hiszem a Bayernnek az egyik, lehet, hogy aspiráns bajnok kihívója lehet, az 4-0-ra nyer a Celtic Parkban, az azt mondom, hogy teljesen, hát úgy néz ki, hogy reális, még annak ellenére is, hogy azért az első fordulóban a Celtic a Betis otthonában egy őrült meccsen kapott ki 4-3-ra, tehát akkor még senki nem gondolta azt, legalábbis én, hogy utána egy ilyen verést kapnak otthon, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy most a Fradi ellen melyik arcukat fogják mutatni, de én azt érzem, hogy tényleg ez a Celtic gödörben van magához képest, az elmúlt évekhez képest biztosan, és ők lehetnek azok az úgymond ellenfelek, a Fradinak, riválisok, akik ellen lehet keresni valójuk, még akár idegenben is. Igen, érdekes, amit mondasz, bár ugye azt az amiket nem biztosan egyetértünk, hogy azért így nehéz ahhoz viszonyítani, hogy ki milyen eredményeket érte ugye a csoport többi tagja ellen, mert ugye a Fradi meg Leverkusenben nagyon szépen helyt állt, ugye ebből azt is következhetnénk, ugye itt akár a Ferencvárosnak simán van esélye a pontszerzésre, ami lehet, hogy igazából simán van is, de azért ugye nehéz így viszonyítani, hogy ugye Leverkusen őket csak 2-1-re verte meg, a Celticet meg idegenben 4-0-ra, de mindenképpen bizakodásra ad okot. És azt hiszem, hogy igazából ezt láthattuk a Betis elleni meccsen is, ahogy te is mondtad, ugye 3-1-es vereséget szenvedett hazépen a Fradi, de mérkőzés utáni interjúkból is lehetett azt érzékelni spanyol oldalról is, hogy azért ők se voltak teljesen biztosak a másik fél idő derekán, hogy ezt a meccset meg tudják nyerni. Igen, ez így van. Hát nem tudom igazából, hogy mit várhatunk. Tényleg, amit mondasz, nehéz ezt összehasonlítani, hogy most tényleg minket 2-1-re vertek meg, Skóciában 0-4-re nyertek. Én nagyon-nagyon bízom abban, és nagyon úgy tűnik, hogy reális esély is lehet arra, hogy Skóciában nyerjünk, mert hát tavaly én úgy érzem, hogy egy sokkal, hát nem sokkal, de erősebb Celticet sikerült két várra fektetni a Fradinak egy meccsen. Nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy ez most is akár összejöhet. Mindenesetre azért tényleg úgy tűnik a szorzókból is kiindulva, hogy a bukik egy picit azért elnézik itt az esélyeket. Oké, szerintem akkor térjünk is rá a szorzókra. Ugye itt most beszéltünk, hogy kinek mennyi esélye van. Hát a bukik ezt elég jól belőtték, nagyjából mindenki összhangban van. Uh-huh. Olyan 1,6-1,65 környékén lehet fogadni ugye a hazai győzelmet, míg gólok terén azért inkább overt várnak, de közel azonosak volt az esélyek. Mi az, amit te vársz ettől a mestől? Melyik piacokon találtál kisebb értéket, vagy nagyobbat? Az biztos, hogy a Celticet otthon nem játszanám egy 60 körüli szorzón. Sokkal inkább itt már akkor azt mondom, hogy a Fradiban lenne a potenciál, még annak ellenére is, hogy most Stögerrel az utóbbi mérkőzéseink idegenben nem sikerültek valami jól, tehát ugye mind a Slavia Praha, mind a Young Boys, mind pedig a Leverkusen vendégeként kikaptak, de hát ugye hát nézzük meg, hogy milyen csapatok ezek, tehát abszolút vállalható vereségek ezek, és nem csoda, hogy ezek alapján a bukik úgy gondolják, hogy hát azért a Celtic ugye egy sokkal nevesebb, európai szinten sokkal nevesebb csapat, hát persze, hogy a Ferencváros egy underdog, de azért én ezt az ötszörös léggyőzelmet eléggé, ötszörös szorzón ezt a vendéggyőzelmet eléggé neccesnek tartom, tehát hogy ez mindenképpen egy érték, amit meg lehet lovagolni bátrabb fogadóknak, mert én úgy vélem, hogy az X2-ben például 2-20 körül otthon azért érték van. Overek piacán nem tudom, nem nagyon mennék bele jóslatokba, valahogy most nem érzem azt, hogy mit várhatunk a Celtic-től, mert azért teljesen más az Európa Liga,
szereplés, mint mondjuk egy skót bajnokságból kiindulni, ahol ontják a gólokat hazai pályán, de tény és való, hogy olyan csapatok ellen, akik gyakorlatilag magyar szinten lehet, hogy tényleg MB2-esek. De kérdés az, hogy most vajon tényleg képesek-e betalálni. Tehát én azt mondom, hogy én nagyon így a gólok terén most érdekes módon ebben a mérkőzésben nem látok értéket. Ami nekem amúgy a legjobban tetszik, ázsiai handicap piacán van, mégpedig a Fradi sikere plusz 1.0-as határon 1.70 körüli odcért. Tehát amiben benne van, hogyha egy góllal kikap a Fradi, akkor ugye a tétünket vissza kapjuk. Tehát én nagy részt az ázsiai piacos megoldáson töröm a fejemet, vagy pedig az X2-n. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Érdekes. A Fradi terén én most kicsit másfele indultam el a szorzókat tekintve, mivel én éppen az, hogy a gólokra mennék rá itt is, mivel nem tudom, már évek óta áll az a dolog itt a Ferencvárosnak a nemzetközi kupában, hogy képesek is gólt lőni, de nagyon könnyen kapnak is. És alapvetően megnéztem így a mindkét csapat gólt lő opciót, ami ilyen 1.75 körül mozog, szerintem az is elfogadható, illetve hogyha kicsit biztosabbra akarunk menni, akkor a Ferencváros gólt lő 1.5-ért, szerintem szintén 1.5 fölött még egy elfogadható opció, nekem ezek szimpatikus voltak, és a végeredmény terén pedig ugyanazt írtam ki, amit te, tehát az X2-t, vagyis jól te mondtam, hogy plusz 1.0-át mondtál, de ezt nem szerint, hogyha egyikben érték, akkor másikból is kell lenni. Én az X2-t is beállanám, igazából abból az egy okból mondám inkább az X2-t, hogy ha 2-1-re vezet a Celtic, akkor ugye ki kell támadni a Ferencvárosnak, mert tök mindegy, hogy most 2-1-re vagy 3-1-re kapnak ki. Ugye ez volt a Betis ellen is, az is lehetett volna 2-1, hogyha a végén nem támadnak ki, a végén lett 3-1, nem befolyásol semmit. Tehát ebből a szempontból én inkább ott az X2-t mondanám, de ezek már a gólok. Igazából itt nem is tudtam nagyon dönteni, megmondom őszintén, hogy melyik lenne a jobb X2, vagy mindkét csapat gólt lő. Abból kifolyólag, hogy az X2 magasabb több mint 3 tizeddel, az odds-ot tekintve, így inkább azt mondom, hogy most az X2, mert itt teszem le a voksomat, azért, mert mind az első, mind a másik fordulóban a Fradi nagyon közel volt a pontszerzéshez, és el kell jönnie annak az időnek, amikor ezek a bal szerencsés helyzetek a számukra alakulnak szerencsésebben, és az ellenfél számára bal szerencsésebben, és úgy gondolom, hogy ez egy nem annyira csúcsformában lévő csapat ellen kijöhet, és épp ezért az X2-re tenném most így a voksomat döntőleg. Ezzel így egyet értesz? Természetesen, ugye, ahogy én is felvetettem, az biztos, hogy itt az opciókat sorolva annyi biztos, hogy fogadási szempontból itt most Ferencvárosban van az érték azon a kimenetek terén. Tehát mindenképpen a magyar csapat oldalán érdemes keresni szerintem ezeket, de igazából még a speciális kínálatok között én kiszórtam egy fogadási lehetőséget, ami mocorogtatja a fantáziámat, mégpedig van egy olyan a lehetőség, hogy a 76. perc után lesz gól a meccsen. Most, hogyha a Fradi utóbbi nemzetközi meccseit megfigyelted, a Young Boys ellen mind a két alkalommal, a Betis, illetve hát a Leverkusen ez egy kakukktojás, de a Betis ellen is két alkalommal is az utolsó negyed órában születtek gólok. És itt az utolsó negyed órában 1.83-as odds-ot kínálnak nekünk, vagyis 1.80 körüli odds-ot, nem tudom, te érzel ebben lehetőséget, mert láthatjuk azért, hogy azért az utolsó negyed órákban, hogy mondjam, sajnos inkább a Fradi védelme az, ami megszokott egy picit rogyni, lehetséges, hogy nagyobb iram van a nemzetközi szinten, sőt, biztos, mint az NB1-ben. Mit gondolsz erről a fogadásról? Nehéz erre mit mondani. Én igazából ebből az opcióból én az ellentétét szoktam megnézni, hogy a meccs elején esik a találat, arra szoktam maximum fogadásokat kötni. Uh-huh. Hát ez a meccs végé, ez nekem kicsit ilyen necces dolog, mert hogy igen, Jukli. Mert azt arra van egy elképzelés, hogy a meccs hogyan fog indulni. Pörgősen, vagy egy kicsit ilyen lagymatagon. Viszont az, hogy a meccs vége milyen lesz, az nehéz megjósolni, mert az első 60 perc fogja befolyásolni. Hogyha döntetlenre állnak a csapatok, ugye akkor valószínűleg nem lesz. Hogyha a csapatok úgy állnak, hogy egy gólos előnyben van az egyik csapat, akkor viszont nagy valószínűséggel lesz gól. Tehát
Nem tudom, ez Nem. igazából ez a fordulási opciót unblock nem szeretem. Azt, amit mondtál, azt úgy el tudom fogadni, de nekem ez egy kicsit ilyen túlságosan rizikós, egy olyan dolog, ahol igazából nehéz így észérveket felsorakoztatni, így, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az első 70 percben, vagy első 75 percben. Hát mindegy, akkor maximum az arra is érdemes, hogy élőzésre odafigyelni tényleg, és akkor hát, ha úgy sikerül egy az embernek, megjön az itt egy jó ocot kifogni Igen, ezen a téren. igen. Mindenképpen én még amúgy egy otthon gondolkodtam, hogyha már ilyen speciálisokról beszélünk, és magas szorzóról, az, hogy a Ferencváros 2 gólt lő, amit viszont már elég nagy szorzón lehet megkapni, ez a 3,8-as ott. Igazából a 2 gól, azt elmondhatjuk, hogy mind a Leverkusen, mind a Betis ellen benne volt a csapatjátékában. Mint ahogy te is mondtad, hogy a Leverkusen idegenben szerintem Vécsei találata, ez nagyon-nagyon határeset volt, hogy meg lehet-e adni, vagy sem. A Betis ellen is igazából Igen. benne volt a találat. Egyetértek abban, amit te is megerősítettél, hogy a Celtic gyengének tűnik náluk, az biztos, hogy fog kelleni a gól a Fradi pontszerzéshez. Az szerintem egyértelmű, hogy ez nem tudjuk egy ilyen 0-0-as mérkőzésnek, mert a Celticnek kötelező a győzelem, tehát nekik menni kell előre, azért, mert a csoportban hogy állnak, meg illetve tavaly is a Fradi megverte őket otthon. Tehát a gólok szerintem jöhetnének, és a Ferencvárosba a 2 gól is akár benne lehet. Szóval én még ez az, amit még így kiírtam magamnak, hogy ezen még érdemes gondolkodni. Benne lehet, tavaly is rúgtak kettőt, idén miért ne? Reméljük ezt a jó szokásukat meg lehet ünnepelni a nemzetközi szintén, most már nem is tudom. Igen, hát a Bajnokok Ligájában tavaly nem sikerült, hát most az Európa Ligában azért Oké. összejönnek. Jól van. Legalább Na, egy. köszönöm az időt akkor, Robi. Szerintem mi előképpen belőttük, hogy mi melyik irányba mennénk el. Remélem, hogy a hallgatók is megtalálják azt a kellő fogadási opciót, ami majd itt sikerre vezet a mérkőzés végére. Mi pedig akkor majd folytatjuk a visszavágóval, amikor majd a Celtic érkezik Budapestre. Addig is sziasztok, és jó fogadásokat!